Döntéshozó fórumként szavazta meg a képviselőház azt a törvénymódosító javaslatot, amely előírja, hogy az idős személyek gondozásának költségeit legalább 30%-ban állami költségvetésből finanszírozzák, míg eddig ez a költség az önkormányzatokat terhelte. Döntéshozó fórumként szavazta meg a képviselőház azt a törvénymódosító javaslatot, amely előírja, hogy az idős személyek gondozásának költségeit részben állami költségvetésből biztosítsák. Az idős gondozás anyagi terhét eddig az önkormányzatoknak kellett állniuk. A törvénymódosítást követően a gondozással járó standardköltségek minimum 30%-át ezután kötelezően a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium finanszírozza. Beszélünk a nappali foglalkoztató központokról, beszélünk az otthoni idős gondozásról, a beteg gondozásról, de akár beszélünk már az otthonokról, a bentlakó otthonokról is. Amennyiben lehetőséget tudunk teremteni az önkormányzatok számára, hogy támogassák ezeket a szolgáltatásokat, a célunk az, hogy megelőzzük az intézményesítést, az intézményben vonulását az idős személyeknek, hogy minél több időt otthon, a saját környezetükben tudjon eltölteni, ott öregedjen meg a családja mellett, ellenben ne legyen akadály az, hogy egy gondozásra van szüksége, és nincs, aki ellássa, és emiatt neki idős otthonba kell vonulnia. Az idősek támogatása azért is fontos, mert Romániában előregedő társadalomról beszélünk. A 65 éves vagy annál idősebb állampolgárok száma körülbelül 3,7 millióra tehető, ami a lakosság 19%-a. Tavaly a 65 éven felüli lakosok 6%-ának, vagyis több mint 23 ezer idős személynek volt szüksége ideiglenes vagy állandó házi gondozásra.